Köszönök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy videó a repülésről, ugyanis kaptam egy feliratkozómtól levelet, hogy csinálnék egy repülési videót, megosztva a tapasztalataimat. Aztán írtam neki, hogy hát magam sem vagyok olyan nagyon-nagyon repülő pró, viszont az alapokat elsajátítottam, és azon vagyok természetesen, hogy megtanuljak egyre-egyre jobb lenni, úgyhogy kiegyeztünk abban, hogy a repülési alapokat elmagyarázom, és akkor gyakorlatilag legalább azon túl leszünk, mert nagyon régóta akartam csinálni egy ilyen videót, még meg is volt rá a videóm valamikor, de aztán úgy voltam, hogy já, hagyjuk majd egyszer, hogyha nagyon-nagyon jól leszek repülésben, akkor csinálok, na de ha már kértétek, akkor itt van, de az első és nagyon fontos dolog, amit én is egy profitól láttam repülésben, az a beállításoknál kezdődik, elmegyünk a beállításokra, options, elmegyünk a key bindingsre, tehát a gombbeállításokra, elmegyünk az in-jet beállításokra, és itt láthatjátok a pitch up, az a felfelé fordulást jelenti. Én azt átraktam speciál space-re. Azért raktam át space-re, mert meg is mutatom. Tehát a space-el fordul a repülő, akkor gyakorlatilag csak a space nyomom most, ez semmi más nem történik, és a repülő magától fog fordulni. Szóval az a lényeg, hogy ha a space-t használod, akkor a repülő magától fog leírni egy körívet. Sokkal hasznosabb a fordulásnál, mint amikor tudjátok, az egeret kell használni, húzni, 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 talán még halljátok is a mikrofonban, hogy rakom jobbra-balra az egeret. Szóval egy space-szel kényelmesen el tudod rendezni azt, hogy a repülő egyetlen egy ívben forduljon meg. Nos, a másik dolog pedig a fordulás, hát akkor most egyelőre beszéljünk a fordulásnál, van a kettő fajta ív, ahogyan fordulunk, ugye? Szóval van az egyik, amikor így fordulunk. Oké, és van a másik, amikor ilyen oldalasan fordulunk. Azt érdemes megjegyezni, mert gyakorlatilag üldözésnél nagyon-nagyon jól tud jönni, mert ki tudod számolni azt, hogy hogyan fordulj annak alapján, ahol az ellenfeled van, alattad vagy fölötted van az ellenfél. Honnan, ez elég egy egyértelmű dolog, hogy honnan jössz rá, hogy alattad van az ellenfél vagy fölötted. Azt úgy érdemes megcsinálni, hogyha például be van rakva egy úgynevezett air radar. Látjátok ott az UAV-ot és a kis térképen az UAV-ot? Ha alattam van, akkor én röpülök el fölött értelmszerűen, és a radaron is úgy fog látszódni, tehát azért hívom fel a figyelmeteket, mert tudom, hogy egyértelmű, de sokszor nem az. Így keresed az ellenfelet, hol van, nem jössz rá, pedig a repülőgéped az, ami elárulja azt, hogy hol az ellenfél, és amint láthatjátok ott a kis piros repülő radarocskát, onnan tudom, hogy alattam van, hogy gyakorlatilag kitakarom, amikor elrepülök fölötte. Na, és például ilyenkor, amikor ugye alattam van, akkor érdemes venni egy fordulatot, és lefelé hajtani, és akkor úgy rámenni arra a bizonyos kis radarra, hogyha jól tetszik. Szóval, nagyjából ilyen egy alap. Most ugye néha láthatjátok a térképeken, hogy a pilóták időnként nagyon-nagyon hirtelen fordulnak, hogy azt hogy szokták csinálni, arra is van egy trükk, és az pedig a lelassítás, hogyha jól tudom, ebben nem vagyok biztos, szeretném, hogyha a repülőprók ezt kijavítanák, hogyha nem így lenne. Tehát gyakorlatilag hogyan lassítasz le, megnyomod az est, és a space-el együtt egy nagyon gyors fordulatot tudsz tenni. És valahol kifelé jövet a kanyarból, tehát lenyomod, tehát úgy fordulsz, hogy lenyomod az est, elkezdesz fordulni, kifelé jövet a kanyarból már újra hagyod a repülőt, hogy felgyorsuljon. Miért mondom, hogy hagyod a repülőt, hogy felgyorsuljon? Azért, mert hogyha repülőt vezetsz, gyakorlatilag nincs arra szükség, hogy nyomjad a V-t. A repülő magától gyorsul. Ha nem, ha nyomod,
a V-t, akkor is gyorsul, ha nem nyomod a V-t, akkor is gyorsul, akkor is el fogja érni a maximális sebességét. Nos, ennyit tudok elmondani. Most például elrepülök a radar alatt, akkor ha láthatjátok, gyakorlatilag a radar fölöttem van, csak kicsit hülyén mutatja itt a térkép, de a játékban mindenképp látni fogjátok azt, hogyha a repülőgép, az ellenséges repülőgép az fölöttetek van, tehát tisztán látszódni fog gyakorlatilag, itt nem tudom, miért ilyen fura a dolog, de ja, kicsit fura. Na mindegy, szóval az, látni fogjátok igazából ott a játékban, hogy a repülőgép, az ellenséges repülőgép alattatok lesz, hogyha ti alatta vagytok, vagyis fölöttetek lesz, hogyha ti alatta vagytok, és stb. Stb. Nos, szóval akkor még egyszer a fordulásokat. Úgy érdemes, hogyha belekezdesz egy kanyarba, megnyomod az S-t és a Space-t, kifelé jövet hagyod, hogy gyorsuljon, és gyakorlatilag úgy gyorsulsz fel újra. A Shift-tel egy úgynevezett boostot adsz a repülőgépnek, szóval azzal is a kifelé jövetes kanyarból rá tudsz egy kicsit gyorsítani, és akkor úgy tudsz gyorsan megfordulni, tehát egy gyorsabb ívű kört leírni, mint az ellenfeled, és ezáltal esetleg a hátam mögé kerülni, tehát vannak nagyon ügyes jetesek, akik igen jól tudnak manőverezni ezekkel a bizonyos fordulatokkal, hogy lefordulnak, vagy felfordulnak, és vagy oldalt kifordulnak, tehát ezekkel kell egy kicsit jó 3D-s látás, és akkor gyakorlatilag elég jól fog menni, nem tudom, elég béna vagyok ebben a dologban. Jöjjön a támadás, ugye, tehát a támadás is egy fontos része a repülőzgetésnek. Hogyan célszerű támadni, ezt is én is megint csak egy profitól láttam, hogy úgy mondjam, tehát én is úgy tanultam gyakorlatilag ezeket a dolgokat, és így szoktam alkalmazni. Tehát támadni, természetesen ideális szögbe kell beállni először is. Tehát hogyha kezdő vagy, érdemes eljönni a test range-re és beállni abba a bizonyos ideális szögbe, és mikor be vagy állva az ideális szögbe, megnyomod az S-t. Ha megnyomod az S-t, ezáltal a repülőgéped le fog lassulni, és ha lelassul, van időd becélozni, és van időd lőni, és meg kell nyomd az S-t. Nem szabad viszont teljes végig megnyomni az S-t, mert lesz ideje bemérni az ellenfélnek téged. És ha bemér az ellenfél, a hajó, tank, bármi, bármikor simán kilő. Úgyhogy érdemes távolról már elkezdeni megsorozni, és gyakorlatilag vége a partinak. A másik nagyon-nagyon jó dolog, tehát még egyszer mondom, megnyomod az S-t, és elkezdesz lőni S-sel. Megnyomod az S-t, beállsz a szögbe, és elkezdesz lőni. Már egy távoli szögből beméred, már egy távolságból beméred, beállsz a szögre szépen, és elkezdesz zúzni azt a bizonyos hajót, tankot, vagy bármit, ami tetszik. Nos, a külső nézet nagyon hasznos. Ha lenyomjátok a jobb klikket, láthatjátok, hogy kiüldöz titeket. Tehát még egyszer mondom, jobb klik az egéren, és látjátok, hogy kiüldöz. A másik még hasznosabb dolog, hogy lássátok, hogy mi folyik a csatamezőn, ahhoz ugye benn vagytok a repülőgépen, megnyomjátok a jobb klikket, és szabadon forgathatjátok a fejeteket, és láthatjátok, hogy mi van a csatamezőn. Repülőgépnél támadás közben, tehát egyébként tudtok fordulni, meg minden, tehát gyakorlatilag nagyon szépen fordul a repülőgép magától is. Lassan, de biztosan fordul. És láthatjátok, hogy mi függ a csatamezőn, és amikor kinézitek magatoknak az ellenfelet repülésre, érdemes olyan ellenfelet kinézni, aki mondjuk már el van foglalva valamivel, tehát a hajó éppen foglal, vagy csatározik valakivel. Érdemes kinézni azt a hajót, azt a tankot, azt a valamit, ami már éppen azt a repülőt, ami már éppen el van foglalva valamivel, és eleve az azt jelenti, hogy valószínűleg meg is van sebezve, szóval egyrészt könnyű célpont lesz, és nem fogod odafigyelni arra, hogy te támadásba lendülsz, mert a repülőgépet sem olyan nehéz kiszedni, hogyha éppen nincs semmi dolgod, akkor van időd bemérni a repcsit, és utána van időd kiszedni.
ugyanez vonatkozik egy Little Birdre és egy helikopterre, és azok is gond nélkül ki fognak tudni szenni, hogyha éppen nem figyelnek valamire, úgyhogy nagyon érdemes megválogatni a célpontot, és én ezt például úgy szoktam, hogy repülök, körbenézek, nézd csak, ott jön egy hajó, nézd csak, vele szemben van a mi hajónk, és valószínűleg azok nagy csatározásba kezdenek, úgyhogy én neki fogok és segítek a mi hajónak kiszedni az ellenfél hajóját, stb. Stb. És akkor elkezdem ott lőni, mint az őrült, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy 98%-ban, tehát tényleg 98%-ban neked fogja beadni a killt, mert valamint ha repül egy ilyen prioritást élvezne, és de szerintem az egyszerű, annyira gyorsabban lő, mint bármi más a csatatére, hogy gyakorlatilag szinte minden killt meg tud kapni, úgyhogy így nagyon jó killstreakeket lehet elérni, tehát ilyen 20-30-as killstreakeket simán el fogsz tudni érni repülővel, ha semfüles vagy azzal az abból az egy szempontból, hogy körbenézel, hogy éppen hol lehet segíteni a társaidnak, hol van a legnagyobb a forgalom, a csata esetleg, hogy le tud lesni azt, hogy melyik hajó, melyik tank, melyik repülő van éppen elfoglalva, és akkor lehet zúzni a dolgokat. Szóval a másik pedig, azt hiszem, megint csak zuhanyunk le. Megint csak jöjjenek a beállítások. Én a legjobban fegyver szinten azt kell, hogy mondjam, hogy repülőgépnél, főleg az Attack Jetnél, tehát az, ha ennél az Attack Jetnél, amivel láthatjátok, hogy repülök, a legjobban a... Nem, bocsánat, rossz. Attack Jet. Az Attack Jetnél én a legjobban a hidrákat szeretem. Tudom, elég fura, de a lényeg az, hogy mikor beállok abba a szögbe, és elkezdek támadni, akkor a például ugye kifogyok a golyókból, és kifogytam a hidrák, egy nagyon opcionális gyors váltás, hogy azonnal szinte a célba tudjak találni. Tehát amikor a hidra az a befejező rakétám, hogy úgy mondjam, hogyha netán rossz szöget ütöttem meg az elején, mellé lőttem, vagy nem volt elég időm, hogy kiszedjem azt a bizonyos ellenséges hajót, akkor a hidra az a tökéletes befejező rakéta, én úgy gondolom. Nem nagyon szeretem a többit használni, látjátok itt például megint kifogytam, de még megsorozom azt a hajót, éljen, goodbye. És fordulok is rá, és újra nekilendülök a támadásnak. Azért, no most, itt van az a bizonyos másik jet, amit meg szeretnék nektek mutatni, az is érdekes, egy kicsit macerám, ez nem az a jet, azt kell, hogy mondjam, hogy látjátok, shift, boost. Ez nem az a jet, hogy úgy mondjam, amire nagyon célszerű hajókra, tankokra támadni lehet, de azzal viszont nagyon trükkösnek kellene, tényleg nagyon meg kell figyelni, hogy melyik az a hajó, ami mondjuk ellenséges, ami nagyon bajban van, melyik az a tank, ami nagyon bajban van, és akkor oda menni, és itt egy ilyen befejező embernek lenni, hogyha ebbe a jetbe vagy, a legcélszerűbb úgy játszani, hogy figyeled az ellenséges repülők mozgását, tehát az ellenséges bármilyen légi jármű mozgását, mert ez a repcsi, a Steel Jet egy nagyon effektív fordulógép például, tehát nagyon gyorsan fordul, nagyon könnyen lehet vele manővereket csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nehezen tudnak lekövetni, kivéve hogyha egy Steel Jetben vannak, de még úgy is. És gyakorlatilag nem nagyon érdemes vele támadni hajókra, tankokra, mert nagyon nehezen szedik ki a célpontokat, nem volt ez mindig így, csak megpecselték, és ezáltal ilyen lett. Úgyhogy ez egy olyan repülő, amit úgy gondolom, hogy érdemes felhasználni más repülők elleni támadásra. Például, hogyha a te társadnál van az Attack Jet, akkor te ülj be a Steel Jetbe és támogasd őt, légy ott, mert azért, mert az ellenséges Steel Jet, az ellenséges Attack Jet első sorban a rátok fog mozdulni. Tehát első prioritás, például nálam is, amikor egy helikoptert vezetek, hogy az ellenséges helikoptert szedem ki, utána törődök mással a pályán, úgyhogy ezért kell figyelni. Úgyhogy ennél a repülőnél én Heatseekers-t szoktam használni, bemérem, lelövöm,
és goodbye. Ennyi, tehát nem nagyon szerettem én sem használni ezt a jetet, ahogy hallom, nagyon senki se, viszont nagyon jól tudom, hogy, hogy egy effektív, ellenséges repülőgép kiszedő dolog, úgyhogy nagyon jól le lehet vele lassítani, szinte már a nullára, és nagyon jól lehet vele manőverezni ebből a szempontból. Ami egy nagyon jó dolog, mert nagyon könnyen tudod átverni az ellenséges repülőgépet. Tehát ennek a repülőnek a legnagyobb előnye a hihetetlenül egyszerű manőverezés, tehát gyakorlatilag le tudsz vele szállni. És gondolj, hogyha üldöznek például lassan lelassítasz, a másik jet, az attack jet nem tud ilyen szinten lelassítani. Elmegy fölötted, már is begyorsítasz, és gyakorlatilag... Elképesztő, hogy mennyire jól lehet ezzel a jettel manőverezni. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ja, röviden ennyi lett volna, nem lett volna még ennyi. Egy valamit elfelejtettem nektek mondani. Hogyan tűnjünk el a radarról? Tehát van egy ilyen trükk is, hogy eltűnhetsz a radarról az ellenséges jet szeme elől. Hogyha például... üldöz téged egy jet, és tegyük föl, az a jet valahol fölötted van, vagy alattad, tehát nincsen biztos rálátása, és te tudod mondjuk, hogy hú, az az ellenséges jet éppenséggel fölöttem van. Hogyan tűnjél el a radarról, az R radarról, hogyan tűnjél el, hogy ne lássanak többé egy darabig, amíg netán előnyös pozícióba kerülsz. Tegyük fel, hogy üldöz a jet. Ha ECM-ed van, tehát a füstöd elhárítanak, nyomd be azt a füstöt, és... el fog tüntetni a radarról, és akkor egy előnyösebb pozíciót tudsz felvenni, fogod és beüldözöd azt a jetet, de az ECM amíg tart, eltüntet a radarról, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog tud lenni, és akkor üldözőbe tudod esetleg te magad venni az ellenséges jetet. Úgyhogy ha használjátok az ECM-et, arról tűnjetek el arról a bizonyos radarról, bármelyik jetet eltünteti a radarról. Nos. És ez nem egy rossz dolog, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen el lehet tűnni egy ellenséges jet radaráról, hogyha használjátok azt a bizonyos ECM-et. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett, amit hallottatok. Remélem, hogy hasznosnak véltétek, amit hallottatok. Ezek lennének azok a bizonyos repülési alapok. És... ja, hát nagyjából ennyi. Köszönöm a figyelmeteket. Hát szervusztok, gyerekek!